Köszöntöm nézőinket, Önök a Kultúrszobát látják. Deli Kinga vagyok. Mutatom, mit kínálunk mai műsorunkban. A szőlő és bor adta a különleges kiállítás témáját. Blues zenével szórakoztatta a közönséget a helyi banda. Megtelt a Szent István tér a Punani Masszív koncerten. A szőlő és a bor adta annak a kiállításnak a témáját, amit a szekszárdi szüreti napok alkalmával rendeztek meg a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériájában. A tárlaton 17 Tolna megyei alkotó és egy alkotócsoport 25 művét tekinthetik meg az érdeklődők. A szekszárdi borvidék a szőlő és a bor ihlette alkotásokat állították ki a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériájában. A tárlat Tolna megyei képző vagy fotóművészek munkáiból állt. Ennek a programnak van egy nagyon fontos hívószava, mégpedig az, hogy mutassuk be a saját értékeinket, alkotásainkat, kincseinket, hagyományainkat. Éppen ezért nem is lehetne jobb helyet és időpontot találni egy olyan kiállításnak, amely az itt élő alkotók, művészeti csoportok, egyesületek borhoz, szürethez, szekszárdi szőlődombokhoz, az itt élő szőlőműveléshez kapcsolódó alkotásai soroltatja fel. Egy régi gondolata és vágya volt ez a Babits Mihály Kulturális Központnak, és azt hiszem a korábbi évtizedekben volt is annak idején erre sok példa, hogy különböző tematikus kiállításokkal is várjuk a vendégeket, szekszárdiakat és a születi napok idején hozzánk látogató nagyszámú vendéget, ahol egy picikét elmélyült ebben is, nem csak egy-egy pohár bor mellett és egy kiváló étel mellett, hanem egy-egy alkotás révén is rácsodálkozhatnak arra, hogy milyen gazdag ez a vidék, milyen páratlan természeti kincseket rejt, és milyen kiváló alkotóink vannak nekünk, akik ezt különböző technikával meg is tudják eleveníteni, be tudják mutatni nekünk. Úgyhogy ezt a kezdeményezést, amelyet elindítottunk, reméljük, hogy sok hasonló követi. Nagy örömünkre valamennyi alkotó és valamennyi művész igent mondott erre kezdeményezésre, úgyhogy ezen a ma megnyíló kiállításon 17 alkotónak és egy művészeti csoportnak összesen 25 alkotását csodálhatjuk meg. Kerámia, tűzzománc, festmények, akvarellek, vinorellek és a képzőművészet minden olyan ága, ami szekszárdon jellemző megmutatkozik, és bemutatja nekünk, illetve a már említett és nagyon várt vendégeknek azt a szekszárdi pluszt, amitől a születi napok is csak gazdagodhat. Az egyik kiállító Cirok Róbert volt, aki két vinorel képpel járult hozzá a tárlat teljességéhez. Kettő szőlő témájú képet festettem, ugyanezek már korábbi képek, de igazán most válik aktuálissá, hogyha ilyen szerencsés kezdeményezések vannak, és ilyen szépen összefoglalhatjuk a szüretet és a szőlőt, és a szőlővel kapcsolatos témát egy helyen itt Szekszárdon. A vinorel borral festett akvarell, ezt gondolom azt, hogy én neveztem el, de aztán lehet, hogy nem így van, de én is használom ezt a szép szót. Ez egy nagyon szép kis szóösszetétel. Ez egy bor redukcióból készülő kép. A bornak a természetes színező anyagát használom festésre. Magas tannin tartalmú, magas extrakt tartalmú, magas festék tartalmú borok jók. És természetesen azok a borok is, amiknek frankó kis savtartalmuk van. Ez az egész meghatározza azt, hogy milyen minőségű festékanyagot tudok előállítani a borból, illetve ezzel a redukcióval bekoncentrálni a borból. A szekszárdi értéktárba is bekerültek a képeim, és itt is úgy fogalmaztam meg, és az is a cél, hogy szekszárdi borral készült, szekszárdi témájú képeket festek. Tehát írók, költők, szerencsére széles a tárház ebben is, írók, költők, városrészletek, ebben a speciális hangulatú, amit ez a monokrom technika nyújt, ezzel a speciális hangulattal felruházva. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a képzőművészet és a bor kapcsolatát, tehát ez egy a Művelődési Ház részéről ez egy nagyon jó kezdeményezés, én úgy gondolom. Az is, hogy megmutatkozhatnak különböző stílusú alkotó művészek
ebben a témában. Retkes Tamás, a megyei múzeum fotósa is a kiállítók között szerepelt. Én igazából megkaptam a meghívót, és onnan derült ki, hogy ki kéne rakjak egy képet. Úgyhogy előszedhetem volna egy régi képemet, mert nagyon sokat jártam szekszárdi szőlősökbe fotózni, meg Szekszárdot nagyon sokat fotóztam régen. Most már nincs rá időm, ha van egy kis időm, akkor ugye Gemencbe megyek. Viszont van egy új látásmód, egy új hobbi, a drón, és gondoltam, hogy akkor egy drónos szőlős képet hozok. Tudtam, hogy itt nagyrészt festmények lesznek, és gondoltam, hogy egy kicsit így megtörni a klasszikus képeket ezzel a mai modern technikával. Egyrészt kell nekem is a visszajelzés, hogy jó-e, amit csinálok. Másrészt nagyon sok ember rám ír, főleg idősek egyébként, akik nagyon nagy hálával, tehát hogy megköszönik, hogy a képeimen keresztül ők kijutnak a természetbe, megmutatom a fotóimmal akár Szekszárdot, akár Gemencet, és igazából nem csak magamnak, hanem nekik is készítem ezeket a fotókat. Ezért tartom fontosnak megmutatni. Fuchs Márta, a Vosinszky-Mohr megyei múzeum igazgató helyettese úgy fogalmazott, nagyon örül, hogy egy ilyen országos hírű gasztronómiai és kulturális fesztivál keretein belül egy alkotói kiállítás is helyet kaphatott. Ha arra gondolunk, hogy maga a szőlőművelés, bortermelés több mint 2000 éves itt a Kárpát-medencében, akkor az egyértelmű a gasztronómiai fesztiválnak a jelenléte, de ugyanígy azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az irodalmi hagyományokban, a mitológiában, az Istenhez való kötődésében, magának a szőlőnek és a bornak, tehát összességében a képzőművészeti ábrázolásban is van legalább egy ugyanakkor a 2000 éves hagyománya. Én azt láttam, hogy maga, tehát ugye itt megvolt azért a vezérhívó szó, ez a szüreti hagyományok, a szőlő és a bor, ezt a hívószót, ezt megtartották, viszont innentől kezdve én azt láttam, hogy a szervezők teljesen szabad kezet adtak ahhoz, hogy ezt milyen témába, illetve milyen hordozó felületen, milyen technológiába hozzák ide ezek a képzőművészek. Ráadásul én azt gondolom, hogy direkt, nagyon helyesen és nagyon, nagyon jó elgondolással olyan képzőművészeket választottak ki, akik ha körbenézzünk, tehát a textilművészet területéről, a patchwork munkákról, vinorelleket, festményeket, akrilképeket hoztak, illetve szilikátok közül, tehát itt mozaik képet, illetve külön kerámiákat is látható. Tehát olyan sokrétű és gazdag ez a hordozó felület, ami mind valójában a szőlőt és a bort ábrázolja, ez is szerintem leképezi azt, hogy magának, ennek a témának a művészi megjelenése mennyire gazdag és sokrétű. A kiállítást október 1-jéig nézhetik meg a Babits Mihály Kulturális Központba látogatók. A Szekszárdi Szüreti Fesztiválon egy helybéli együttes, a Blues Travel Band is szórakoztatta a közönséget. A négyes formáció olyan egykori slágereket adott elő, amelynek fülbemászó dallamát idősebb korban sem tudja elfelejteni az ember. Az általában pubokban fellépő bandának most a színpadon kellett jó hangulatot teremtenie. Először is nagyon köszönjük, hogy a Szüreti Fesztiválon részt vehetünk, és hát van nekünk egy saját nótánk, a Rosé Blues, ami itt készült Szekszárdon, és ebbe részt fog venni a Mustinca kórus. Ezt egyszer már előadtuk a Vármegyeházán nagy sikerrel, és reméljük, hogy most itt a Szüreti Fesztiválon is nagy siker lesz, hiszen hol máshol lehetne ez, hol szólhatna jobban, mint egy Szüreti Fesztiválon. 5. éve alakult vagyunk már, és hogy a nevünkben is benne van, blues zenét játszunk. Elsősorban Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Radics Béla, Gary Moore és B.B. King dalokat játszunk. Ebből egy kicsit a Rosé Blues kilóg, de úgy gondoljuk, hogy mivel szekszáriak vagyunk, szeretjük a szekszári jó bort, így talán ez is belefér a repertoárba. Ja, amikor Újvári Miki barátom ezt a zenekart létrehozta, akkor az eredeti gondolat az volt, hogy a bluesnak azt a szegmensét támadjuk meg, ami
ami már úgy kicsit úgy kikopott a mai fülekből. Tehát a zenekarnak van egy kvázi hivatása, vagy egy olyan inspirációja, hogy ezeket a fajta zenéket eljutassuk a mai fülekbe. Tehát tudják a mai fiatalok is, hogy nekünk volt egy Radics Béla, zseniális gitárosunk, vagy a Jimi Hendrixet mindenki ismeri, de volt egy Stevie Ray Vaughan is. És ezek úgy kikoptak a tévékből, rádiókból, és mi ezt próbáljuk meglovagolni. Időszaka pont a legrosszabbkor érkezett az együttes számára. A kibontakozásuknak szabott határt. Az igazság, hogy akkor addigra kezdett úgy összeállni a zenekar, tehát akkor alakult ki ez a formáció, és hát hogy lelkesen indultunk volna, és gyakorlatilag minden akadály elingördült a pandémiával, kezdve sok minden, és a nehézkesen indultunk el, de mivel járjuk az utunkat, ezért talán most már mondhatom, hogy legalábbis itt a környéken már azért ismert zenekar vagyunk. Tavaly is már elég sokat játszottunk, de az idén szerintem nagyon jó évet zárunk. Mi egy pub zenekar vagyunk, tehát inkább blues kocsmákba játszunk, tehát nem igazán ez a mi közegünk, de kezdjük megszokni és megszeretni, úgyhogy szívesen lépünk fel, úgyhogy várjuk az ilyen meghívásokat is. Érdekesség, hogy a régmúlt slágereit elővéve, a feledésbe merült zenéket leporolva, sikert arat az együttes a fiatal generáció körében is. Hát ez egy blues zenekar, úgyhogy elsősorban az igazi nagy blues előadó B.B. King, Jimi Hendrix, Steve Avon dalait dolgoztuk fel, de természetesen a magyarokból is vettünk elő. Én ugye később kerültem a zenekarba, és már én már egy kész műsort kaptam, amit el kellett énekelnem, de nagyon örültem neki, hogy egy amatőr lelkesedéssel és egy profi tudással megáldott zenekarba lehetek benne, amit ugye a Zoliék alapítottak, és hát ők azt gondolták, hogy legyen akkor a magyarokból a Hobo Blues Band dalai, vagy a Radics Béla dalai, úgyhogy ezeket én is megtanultam, és nagyon nagy örömmel játsszuk és énekeljük a magyar változatokat is. Négy tagú a zenekar, ugye basszusgitár, Takács Zoltán basszusgitáron, Újvári Miklós dobon, Beke Vince szólógitáron, én meg hát énekesként és szájharmonikásként vagyok jelen a zenekarban. Fellépésekben nem szenved hiányt az együttes, a megyében és a környező régiókban is sokan kedvelik az általuk játszott muzsikát. Ma már, ma éjszaka két fellépésünk is van, egyet itt ugye a Szüreti Fesztiválon, este pedig már Bátaszéken játszunk ilyen rock rajongóknak vagy rockereknek egy házi buliban. Aztán jövő héten most nincsen, de lassan alakulni fog. Ugye azért ez a blues zene olyan, hogy a nyár az szerencsére tele volt a fesztiválokon, tudtunk minden hétvégén játszani, de ugye azért ezt azért a téli időszakban majd a kocsmákban szeretnénk előadni, és hát reméljük semmi ilyesmi, ott nem lesz, hogy lezárás vagy olyan, ami miatt esetleg nem tudnánk játszani az embereknek. Én azon lepődtem meg a legjobban,
amikor elkezdtem a fiúkkal fellépni, hogy az idősebb korosztától kezdve a fiatalokig mindenki jött oda, hogy ez az én zeném. Hát oda jön a 17 éves vagy 20 éves rác is, és azt mondja, hogy ez az ő zeném. De mondom, hogy lehet? Azt mondja, a fiatalkoromat hozta vissza, mondom, hogy lehet ez? És kiderül, hogy mit tudom én, 10 évesen az apja még ezeket hallgatta, tehát ugye az apukák meg szintén, hogy ő nekik is a fiatalkorukat hozta vissza, úgyhogy én is meglepődtem, hogy a fogadtatásán, hogy ennyire szeretik a... Igazából ugye gitárzene ez. Tehát azért alapjában véve a gitárra épül, és a Vince nagyon jól hozza azt a gitárstílust, amit egy kicsit úgy lemásolva, de egy kicsit átalakítva a saját ízlésére, a saját gondolatára egy kicsit magyarosítja, hogy úgy mondjam. Az este folyamán felcsendültek neves előadók, jól ismert slágerei is, melyeket kívülről fújt a közönség. Everybody, everybody, a szekszárdi szüreti napok záró koncertjét a Punani Masszif adta. Az időjárás is kegyes volt a szervezőkhoz és a kilátogatókhoz, így meg is telt a Szent István tér vasárnap estére. Szervusztok, hello Szekszárd, Rolika vagyok a Punani Masszifból. Izzad a tenyér, dolgos izzad, amit valamit elér. Alulról kezd, amit felépíteni, ha nemes a cél, legyél nemes a cél. A hétnökön lehet szent beszél, mert én még hetet szent beszél. Szabadon fej, megszakadom el, verejtén nyomja a szavakat el. Óriási hangulat volt a 2022-es szekszárdi szüreti napok utolsó koncertjén, a Punani Masszifra megtelt a Szent István tér. Jövőre lesz 20 éves a zenekar, tehát hogyha valaki jó matekos, akkor ki tudja számolni, hogy 2003-ban alapítottuk meg a Punani Masszifot. A név az pedig azt jelenti, hogy női gyümölcs kejhet preferáló fiú közösség. A Punani az patoá nyelvből eredeztethető, ami ugye egy jamaikai, afrikai, tört, francia, kicsit angolos nyelv, és hát az azt jelenti, amire gondolnak is az emberek általában. Amikor megalapítottuk a zenekart, akkor nyilván nem voltak olyan nagy volumenű vízióink, hogy majd egyszer Szekszárd egyik leghíresebb terén felléphetünk nagy zenekarral, akkor még csak az munkálkodott bennünk, hogy nagyon-nagyon szeretjük a zenét, és ki szeretnénk valahogyan fejezni magunkat, ami később hobbivá avanzsálódott, mert hát nyilvánvalóan, ahogy idősödtünk, civil munkára is sajnos rá voltunk kényszerülve, aztán utána pedig munkává avanzsálódott, és ez most már tart jó pár éve, úgyhogy remélem, hogy 20 év múlva is fogunk tudni találkozni, akkor lehet, hogy már kerekesszékkel fogok jönni ide az interjúra. Nagyon jó, hogy most jó idő van, mert ugye vasárnapi napot írunk, és ez most már a negyedik napja, hogy úton vagyunk, voltunk az országnak a különböző szegleteiben, és nagyon-nagyon-nagyon rossz idő volt mindenhol, úgyhogy már lassan elő kellett venni a téli kabátokat, de most szerencsére egy ilyen utónyári, indián nyári hangulattal lesz tele tűzdelve ez a ma esti koncert. Csapjon neked, néma hangsúly, hiába fengsúly, tudatalat akkor is szól, lelegyünk lélegzik, hát melyik ötök az úr, mi belül lélek, csillog, mint az az úr, vigyázz rád még mielőtt az ösztönöt látható. Ülhet, csak tűrve, na nem bücsél, hiszen mutatod, hogy jártál, folyton egy kísér, ha nem vászál, magad vett benned a lelkiségre. És hogy mi viszi őket előre ennyi idő után is? Mivel azért egy nagy számú kommuna vagyunk, egy 9 fős legénységről beszélünk, és ez csak azoknak az embereknek a száma, akik a színpadon állnak, de például most ide is Szekszárdra 20-an jöttünk összesen. Ami inspirálni tud, ez attól függ, ez lehet nagyon sok minden. YouTube-on látsz egy jó beszélgetés például, és van egy olyan gondolat, ami szöget üt a fejedbe, vagy most jön az ősz ügye, és ahogy hullanak a falevelek, abból is lehet minden. Szóval igazából egy ilyen folyamatosan figyelő brigád vagyunk, akik a hétköznapokból gyűjtik az inspirációt. Van rajtunk elég erős társadalmi nyomás is,
és mivel már nagyon régóta csináljuk azt, amit csinálunk, és sok embert tudunk megszólítani, ezért nagyon finoman kell bánni azzal, hogy mikor, milyen projekttel jövünk ki, vagy éppen adott esetben egy interjúban miről beszélünk. Az életnek az egyik legnagyobb sikere az az, hogyha olyan munkakörben tudsz tevékenykedni, amit szeretsz. És nekünk ez összejött, és remélem, hogy ez az életünk végéig kitart, és hogy az életünk vége az nem a következő hónapban lesz majd. Nem jeleskedünk nagyon sok díjban, nincs a birtokunkban nagyon sok díj, amire azt mondhatjuk, hogy nem tudom hány aranylemezünk van. Amúgy sok van, csak minket ez nem szokott érdekelni, mert nem nagyon szoktuk lehívni azt mondjuk, hogy eladtunk jó pár ezer lemezt. Magyarországon most már nagyon kevés aranylemeznek számít, de minket ez valahogy nem érdekel. Mi ezt mindig azon mérjük, hogy hány helyre hívnak el minket, és ilyen vendéglátós módszerrel működünk, mert az üzletpolitikánk, hogy úgy hagyjunk el egy helyszínt, hogy utána vissza akarjanak minket hívni. És ez most már idestóval jó pár éve működik. Nagyon nehéz egy ilyen szinten mondjuk a politikáról úgy beszélni, hogy az ne tűnjön állásfoglalásnak, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy ez egy körkép, és szeretjük magunkat néha ilyen mély vízbe bedobni, és ez fog majd történni egy-két héten belül, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy lesznek-e még városi napokon felkéréseink. Nem vagyunk nagyon az a polgár pukkasztó típus, de azért a véleményünk megvan, és ezt például koncerteken, dalok között azért előszeretettel el is mondjuk. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk. És ez egy olyan kis közös gyerek, mi most már egy nagy család vagyunk, 20 év távlatából már egy rossz házasság vagyunk kb. És azt szoktuk mondani, valahol talán egy népmesében, vagy nem tudom, hol olvastam, hogyha valami elromlik, azt nem kidobjuk, hanem megjavítjuk. És a javítási munkafolyamatok azok folyamatosan zajlanak. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!